A magyar turisták számát tekintve rekordévet zárt Horvátország. Eddig 2019-ben utaztak legtöbben déli szomszédunkhoz, ahol az iskola kezdéstől szeptember végéig tartó utószezon is népszerű a magyar látogatók körében. A szeptemberi időszak is ideális Horvátországban egy tengerparti nyaraláshoz, és hiába ért véget a nyár, sokan ősz elejére időzítik az utazásukat. Érdekesség, hogy az Adria Intercity járattal Nagykanizsáról közvetlenül lehet eljutni Splitbe egészen szeptember 27-éig. Kószatilla a Horvát Köztársaság Magyarországi Tiszteletbeli Konzulja elmondta, a két ország baráti kapcsolata is közrejátszik abban, hogy egyre népszerűbb úti cél Horvátország. Idén az utóbbi évekhez képest jóval több, 650 ezer magyar választotta nyári kikapcsolódásként ezt a térséget. Nagyon sokan látogatták meg Horvátországot, 20%-kal több a turista Magyarországról, és 15%-kal nőtt a vendégészakák száma. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, eddig a 2019-es év volt a rekordév, de most 2023 ezt meghaladja, és egy, egy nagyon rekordturista év lesz, amit a, a, a olyan szempontból is, ami a magyarországi vendégek számát illeti. A Splitbe közlekedő járat sikerében Kószatilla szerint az is közrejátszik, hogy sokan autó helyett választják inkább a vonatozást. Kiemelte, nem csak a nyári kikapcsolódás és a tenger miatt érdemes odautaznia a turistáknak. Horvátország nagyon sok természeti kincsel rendelkezik, és én azt gondolom, hogy a nemzeti parkok, Horvátországban sok több nemzeti park van, én azt gondolom például ilyenkor szeptemberben a tengerparti fürdőzés mellett a kirándulás is egy nagyon jó opció, hiszen azért már nincs olyan nagyon meleg, és nagyon sok szép tájat meg lehet tekinteni. Pár idén szeptemberben is többen utaznak a horvát területekre, a korábbi évek átlagánál, sokan mégis azért kedvelik az ősz vakációt, mivel így elkerülhető a nyári tömeg.